Délutánt kívánok, ez a Weekend, a mai műsorunk végén lesz nyereményjáték, szóval érdemes már csak emiatt is velünk maradniuk. Amúgy programokat is ajánlunk ma jó szokásunkhoz híven, hiszen ez a hétvége is bővelkedik megyebeli eseményekkel, fesztiválokkal. Ne feledjék például a Kisvárdai Lesz Festet, ahol Dirt Jump bajnokság és különböző koncertek is várják az érdeklődőket ma, illetve holnap is, de Ópályi, Nyírbátor és Vásárosnamény is várja a megyebelieket, utóbbi város képviselői már itt is vannak a stúdióban, tehát Vásárosnaményból Liptákné Juhász Anikó és Iványi Tamás, szervusztok! Szervusz! Szia! És üdvözöljük a nézőket is természetesen. Na hát ezt örömmel halljuk, hiszen nekik szól a következő kis ajánló. Holnap-holnap után már-már jól bevált, megszokott, ám mégis új programokkal várjátok majd a fesztiválozni vágyókat, mondhatom így? Igen, mondhatjuk így, sőt a holnap-holnap utánhoz hozzátartozik, hogy egy nulladik nappal is készülünk, tehát már ma este 8 órakor a rock zenekedvelőit szeretettel várjuk, ahol a Radar és bűntársai fognak egy romkocsmában rock koncertet adni, és rock CD-ket osztogatni, úgyhogy a rockereket már péntek este ide várjuk. De szombat-vasárnap nem feltétlenül csak a rockzenét kedvelő embereket várjátok, hanem inkább a hagyományokat kedvelőket invitáljátok. Hova, Anikó? Mesélj erről. Hát, mint ahogyan a Zoárnap szlogenje is mondja, hogy híd, hagyomány és szórakozás között. A régi helyszínen, a Krasznahíd környékén, Krasznahídon és Krasznahíd alatt és mellett, de mégis egy megújult környezetben várjuk a fesztiválozókat, ugyanis a Krasznahídat egy pár héttel ezelőtt egy magyarországi korszakváltó csoport kifestette beregi mintákkal. Beregi minták ezek, de mégis a maguk módján, korszakváltó módon készültek el ezek a minták. És így lesz egy híd leleplezés is, tehát bemutatjuk ezt az új környezetet a fesztiválozóknak. A programfüzeteket mintha látták volna már a nézők, bólogasson valaki, igen. Próbáltam úgy beállítani, hogy mindegyik oldala látható, olvasható legyen azért egy kicsit. Tamás, mesél nekünk arról, hogy milyen jellegű programokon lehet részt venni, és mondjuk a ma esti nulladik nap után mikor érdemes kimenni a Zoárd napra, napokra? Hát tulajdonképpen szombat 11 órától vasárnap este 10-ig esetleg az ott alvást kivéve mindig érdemes jelen lenni. Elég széles a skála, hiszen a klasszikus kórus muzsikától kezdve a rockzenéig minden megtalálható, és ebben természetesen népzene, popzene, musical és egyéb is. A gyermekekre is gondoltunk természetesen. Azzal indul, a klasszikus kórus muzsikát azért említettem, mert az esemény díszvendége most az 50 éves Liszt Ferenc vegyeskar. A kórus is megszólal a színpadon, és hát aztán az esték nyilván nagy koncertekbe torkollanak. Fenyő Miklós lesz a vendégünk szombaton, illetve vasárnap Kassa Tibi, Kökény Attila és Radics Gigi, és közben a Beregszászi Dixieland, Molnár György tangóharmonika művész, a Katánk zenekar a gyerekeknek, népzene, gólyalábasok és hát ezer egyéb program várja még a bármilyen korosztályhoz tartozó látogatókat.
És amúgy azt nézem, hogy nem mindennapi dolgok, bemutatók is csalogatják amúgy az érdeklődőket, például drift bemutató is lesz, úgyhogy tényleg nagyon érdekes, színes lesz a rendezvény. Július 11-12, mindenképpen hangsúlyozok, hogy ingyenes rendezvényről van szó, tehát mindenképpen érdemes ellátogatni Vásárosnaményba. Említettétek, hogy a Kraszna híd megújult, motívumok, színesítés és így tovább, de nem feltétlen csak ez az új, hanem látok rajtatok egy egyenpólót is. Hasonló mintázatra kell gondolni, számítani? Meséltek a pólóról is, meg a logóról. Igen, elkészült Vásárosnamény új turisztikai arculata, ez a Vásárosnamény a Berek szíve. Uh-huh. Ezt szeretnénk most már formába is ölteni, mert ugye eddig is tudtuk, hogy ez így van. Most már ennek formát is adtunk. Olyannyira, hogy ez a korszakváltó csoport ezt fel is festette, az új logót felfestette a hídra, úgyhogy lehet majd ott fotózkodni, illetve szelfiket feltölteni, és ebben is lesz egy ilyen verseny, hogy a szerelmes párok, akiknek a legtöbb, akikre a legtöbb szavazat érkezik, illetve lájkolás, azokat egy páros masszázsra várjuk majd a szilvafürdőben. Ó, hát akkor vannak tervek. Amúgy milyen jellegű kísérő rendezvények lesznek az OAR napon? Lesz mondjuk gasztronómiai udvarrész, vagy sarokrész, vagy utca vonulat? Hát lesz gasztronómia természetesen, beregi ételek főzőversenye, értékes nyereményekkel, természetesen sport is lesz, arról Anikó tud majd bővebbet mesélni. Én még azt tartom nagyon fontosnak, hogy ilyenkor megmozdul a város, a civil szervezetek is kitelepülnek, az intézmények is, múzeum is, tehát mindenki magáénak érzi, és hát mondom, lesz egy komoly sportkísérő rendezvénye is. Na és mi is ez a drift bemutatón kívül? Igen, hát most a kerekeké lesz a főszerep, olyannyira, hogy szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy lovas felvonulással nyitjuk meg a rendezvényt. Most vaslovasok fogják megnyitni, tehát lesz egy motoros felvonulás. Ez a szombati napon lesz, illetve akkor lesz a drift bemutató is. Vasárnap pedig minden a kerékpározásról fog szólni, ugyanis Vásárosnamény két évben is elnyerte már a kerékpáros barát település címet. Ugye innen indul ki a Berekbe futó kerékpárutak, és lesz kerékpáros maraton, kerékpár ügyességi verseny, kerékpáros túra, tehát minden, ami a kerékpározásról szól. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Július 11-12, most szombat, vasárnap, jól mondtam. Ezek szerint Vásárosnamény vár mindenkit, megye és országszerte. Most pedig bejátszást láthatnak, Viraszkó Szilvia összefoglalója következik. Udvaros Dorottya Majdnem Valaki című lemezbemutató koncertjét láthatta a közönsége a szabadtéri színpadon, önök pedig most. Azt mondta, cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. 17. század, győz a tiszta íz, gondolkodom, tehát vagyok. Hová, hová legyen? Hová megyek, milyen idők ezek, melyekben létezem, gondolkodom vagyok, vagy nem gondolkodom, vagy tán nem is vagyok, így én hová jutok, azt mondtam még a 20. században. Mennyire az ön kívánsága szerint születtek a dalok? Csak részben. Részben. Azért én nem szeretnék egy olyan költőnek, mint Bereményi Géza bármilyen békjót vagy súlyt rakni a gondolataira, a kezére. Régóta ismerjük egymást, és én szerintem ő egy olyan különösen, hát hiszköltő, tehát egy olyan különösen empatikus ember, aki így bizonyos dolgokat így megérez, hogy mondjuk most nekem mit kell írni,
Van egy nagyon érzékeny, tehát a női és férfi lélek mind a kettő folyamatosan ott van benne, és pontosan tudja, ezért is tud szerintem nőknek is jó dalokat írni. Mert valami van neki, valami érzék, ahol ezt is érti, hogy itt mi van. Miért gondoltak úgy, hogy a lemez elkészülte előtt már tartanak, hogy úgy mondjam, előbe mutató koncerteket? Szeretnénk tesztelni a nézőket, meg mi magunk is meg akarjuk érezni, hogy ezek a dalok hogyan működnek a nézők előtt. Mert én tudom, hogy amikor nekem eljátszották annak idején, a Géza ott ült, gyűrögetett valami papírt, a Robi egyszer gitárral elénekelte a dalokat, akkor legalább 3 dal volt, amikor elsírtam magam, annyira szíven ütött a dal. És szeretném megérezni, hogy ez hogyan van, hogy a nézők is ezt úgy érzik, ahogy én, vagy ők máshogy reagálnak, máshogy viszonyulnak. Szóval valahogy ez egy ilyen furcsa formabontó dolog volt. Nem tudom pontosan az okát, nem praktikus ilyet csinálni. Tehát akkor érdemes elkezdeni koncertezni, amikor már kész van a lemezanyag. De hát én egy színész vagyok, én nem vagyok egy énekes, úgyhogy én csinálhatom máshogyan, gondoltam én. Megkérdezhetem, hogy melyek voltak azok a dalok, amelyek után elsírta magát? A Mi van veled, ami még a koncert elején volt, annak az utolsó szakaszától én mindig teljesen kikészülök. Aztán nagyon szeretem az Így születtemet, ami egyébként a Géza saját története, tehát az pontosan úgy van, ahogy ő. És hát teljesen le voltam nyűgözve, hogy írtak egy népdalt. Tehát az Elmennék, az egy népdal. És hát egyszerűen tátott szájjal hallgattam, amikor Robi ezt elénekelte, hogy képesek voltak egy népdalt írni, és az volt az érdekes, hogy azonnal meg is jegyeztem. Tehát, hogy tényleg népdal, mert rögtön megjegyeztem. Úgy van a vasárnap szép, én pedig kimozdulnék, néztem egy jó kis helyet, ha engeded, elmennék vele. Milyen volt az udvaros Dorottya hangjára írni ezeket a dalokat? Nem volt nehéz valójában, mert a Dorottyát megismertem, többször dolgoztunk együtt, és a Géza, ugye, akivel együtt csináltuk a dalokat, tehát nem úgy születnek, hogy én valahol otthon megírom és elküldöm felvételen, hanem átmegyek hozzá, vagy gitára, vagy az zongorára, akkor ő jön hozzám, és együtt formáljuk a dalokat, és a Géza mondja a gondolatait, hogy mit szeretne, és milyen életképeket szeretne megmutatni, meg mi az, ami a Dorottyára való, és hogy azt mondja, hogy kell neki még verszak, vagy rész, akkor ott a helyben átalakítjuk, átírjuk a dalt, vagy hogyha szöveget akar még, vagy be akarja fejezni, és rövid, hosszú, akkor megyek utána, és együtt születnek. Nagyon, nagyon jó folyamat. Mennyi idő alatt született meg ennek az új CD-nek, a készülő CD-nek az anyaga? Hát valójában talán több volt, mint 2 hónap, de ez csak azért, mert a Gézával ugye nagyon elfoglaltak vagyunk idézőjelben, és hogyha kitűzünk egy napot, hogy most viszek egy dalt, akkor körülbelül másfél-két órai dal, ez így teljesen bevált, úgyhogy csak az alkalmakat kellett egyeztetni, hogyha a színház igazgatóság rendezés, stb. Mellett ő is rá, és én is pont nem csak filmzenét, meg valami más dolgot, akkor összefutottunk is mindig, tehát másfél-két órán belül garantáltan hazavittem a kézdalt. Majd nem valaki, ez volt a koncertnek a címe, és ez lesz a címe a CD-nek is? Igen, úgy döntöttünk, volt esély a bizonytalanságtól kezdve, tehát egy olyan 3 esélyes volt, és akkor úgy döntöttek a végén, hogy szavazásos alapon ültünk a Vörös Robi, a Géza, a Dorottya, én, és hogy legyen majdnem valaki. A július 8-ára meghirdetett Hattyúdal című zenés komédia kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, azonban tegnap megtartották, így láthatnak összefoglalót a darabról, és ne feledjék, a mai műsor végén nyereményjáték lesz, szóval már csak emiatt is érdemes velünk maradniuk. Ha megnövök, egyszer nagy leszek, és élvezni fogom az életet, gyere hopp, még mindig kicsi vagyok. Honnan született az előadás ötlete, hogy a Republik zenéjével teszik még érdekesebbé ezt a darabot? Az született előbb, mert én már kabaréban is használtam a Republik dalait, mert az elmúlt 25 évben az ő számaik üzentek valamit, ami jó volt, kódolva, nagyszerűek voltak a szövegek, és
és hát a zenei világát is nagyon szerettem az együttesnek, jó muzsikusok, és a Cipővel nagy barátságba kerültünk, és én mondtam, hogy valamit kéne csinálni, valami úgy ingerelt, hogy ezeket a dalokat valami formába öntsük bele, és amikor a Nemcsák Karcsival elkezdtünk gondolkodni, hogy mit ő felvetette, ennek volt egy változata, a Villa Negra a játékszínben ment, és akkor megnéztem a filmet, és akkor rájöttem, hogy ebből lehet valamit csinálni, és a film, meg a játékszíni produkció egyes jelenetek ötleteiből tulajdonképpen egybe gyúrtuk, és azt gondolom, hogy nagyon szervültek a dalok. Hát mondjuk 100-valahány dalból 23 került bele a történetbe. Mennyire lett más ez a történet, mint annó a Hattyú dal című film volt? Alapjában miben nem, talán csak annyiban, hogy az egy akkori, jelenkori látlelet volt, ez meg egy kicsit visszatekint egy világra, de ugyanarról szól, a szabadságról, tehát hogy egy bizonyos konstellációban, bizonyos rendszabályok közepette, meddig lehet szabad az ember, mi az, ami már a rendszernek, a konstrukciónak már terhére van, erről szól a darab, és egy szép történet tulajdonképpen. Hogyha már itt tartunk, hogy szép történet, akkor önnek mennyire szép visszajönni ide Nyíregyházára most? Nekem nagyon szép. Én nem vagyok nosztalgikus típus. Tehát én az élményeimet a jelenben élem, de ez a város, ez 6 évig az otthonom volt, és én csak jót kaptam tőle. Megbecsülést, olyan feladatokat, amelyek engem felnőtt emberré tettek, nagyon sok minden megváltozott bennem, körülöttem ebben a városban a felelősségtől is, hiszen 130 családnak voltam a gazdája. Itt kerültem össze a feleségemmel, akivel most már hál' Istennek 20 éve együtt élek. Ide született a legkisebb fiam. Ez egy olyan régió, ahol a évszázados munkakultúra, a paraszti munkakultúra, az olyan erős attól, hogy akkor is elveti a krumplit, ha lehet, hogy egy forintot nem keres vele. Megbecsülték a munkát. Még akkor is, ha valami nem tetszett a színházban, de ha meló volt benne, akkor az megkapta maga elismerését. Azt mondhatnám, hogy eredményes volt a 6 évem nekem. És hát néha visszajövök, elképesztő, hogy ez a város mit tud. Néha, akik nem járt itt, azok mondom, hogy Nyíregyháza, hát mondom, hülyék vagytok, nem tudja, egy mediterrán város, ennyi fajta minden, hát nem, már akkor is, az éneklők a Cantemustól kezdve, a Nyírség együttesen át, a képzőművészekig, a legfülön, szóval ez a sötét Szabolcs, ez olyan világos lett, amilyennel én nem találkoztam az országban, pedig bejártam hegyét, völgyét, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt a várost, és főleg nagyon szeretem az itt élő embereket. Kié a fűző? Az enyém. Az övé! Jaj, nem tudtam, hogy vannak itt puszi-puszi mindenkinek. Nagyon örülök ennek az előadásnak, mert amikor én a színművészeti főiskolára jártam, akkor találkoztam ezzel a filmmel, és igazából nekünk akkor nagyon nagy élményt jelentett. Énekeltük a dalokat, és fantasztikus színészi alakításokkal volt teli ez a film, és szerintem kicsit propaganda filmnek indult, ami aztán egy kultikus filmé vált, hisz abban az időben, a 60-as években elindult egy panel program, és ami az útjába került, kis házak, kertes házak, azokat letarolt. Én azt gondolom, hogy ez a folyamat ugyanúgy megvan most, eltűnnek futballpályák, eltűnnek pici lakóhelyek, lakóépületek, és úgy hívják, hogy lakópark, ami szintén egy lakótelep, vagy épül egy bevásárlóközpont a város közepén. Tehát ez a folyamat ugyanúgy jelen van most is. Én azt gondolom, hogy a Republik együttes zenéjével, és azzal pláne, hogy a srácok még élőben kísérik is az előadást, az egész téma közelebb került hozzánk. Mi 2 éve játsszuk már ezt az előadást, több mint 40 előadáson vagyunk túl. Én azért is többféle szempontból örülök annak, hogy ezt a darabot bemutattuk. Egy az, hogy a Republiknak van egy tábora.
A másik, hogy a színházunknak is van egy tábora, akik szeretnek hozzánk járni, és azt érzem, hogy ez a kettőség nagyon jól szervül egymással, és amit nagyon jó és izgalmas látni, hogy a színházi előadás ellenben a koncerttel, itt a szavak ereje óriási. Tehát egy koncerten valószínű, hogy a hallgatóság csápol, és élvezi a ritmust, élvezi a hangerőt, a dinamikát. Itt pedig érdekes módon meghallja azokat a gyönyörű mondatokat, amit Cipő írt, vagy a zenekar írt ezekhez a nagyszerű zenékhez. Tehát fölerősödik magában maga a gondolat, és ettől, én azt gondolom, ettől nagyon, nagyon jó és nagyon, nagyon erős az előadás. Nemzetközi Aratófesztivált szerveznek holnap Ópáiban, erről beszélgetek a település polgármesterével, Erdélyi Miklós. Szép estét, Miklós bácsi! Jó estét kívánok! Csókolom! Nos, hát nagy levegőt kell venni, mert már sokadik a sorban ez az Aratófesztivál. Idézzük fel egy picit a múltat, hogy hogyan indult el ez annak idején, és egyáltalán milyen céllal? Hát engedje meg, hogy azzal kezdem, hogy a fizimiskámat elnézést kérek mindenkitől, de most így vagyok, Kopérnyő vagyok, de én vagyok Erdélyi Miklós, ez biztos. Igen, ezt beszéltük, hogy meg kell erősíteni. Igen. Hát 21. Aratófesztivál és nemzetközi. Bizony nagyon régen kitaláltuk, hogy legyen valami Ópáira jellemző, és sok minden jutott eszünkbe, sok mindennel próbálkoztunk, de úgy tűnt, hogy ez az Aratófesztivál, ez nekünk nagyon jól fekszik. Hát vannak, mert az asszonyok a férfiak Ópáiban szorgosak, ügyesek, a kaszát is úgy forgatják, a sarlót is, akkor ezek szerint bevált, és 21. alkalommal most hétvégén akkor újból. Hogyan fog zajlani ez a holnapi esemény? Mikor érdemes már kimenni Ópáiba? Aki főzni akar, az jöjjön korán. 8 órakor indul a főzőverseny, Szatmári Izek főzőverseny, lángossütő, kenyérsütőverseny. Kemenceink is vannak befűtve. Nyilván, aki ért hozzá, csak az jöjjön. Utána arató csapatok felvonulása, megnyitó, kimegyünk az aratás helyszínére, a papok megáldják a termést, arató csapatok neki feszülnek, nemzetközi arató csapatok, bemutatják a tudományt. Honnan érkeznek a tudomány mívelői? A lengyel barátaink itt lesznek most is. Menet közben az is kiderült a 21 néhány alatt, 38 éves barátság fűz össze bennünket a duklaiakkal a labdarúgás révén, lesz öreg fiúk nemzetközi labdarúgótorna is. És kiderült, hogy ezek a fiúk bizony tudnak fiatal létükre aratni is. Másképp rakják egy kicsit a keresztet, ilyen kupot raknak, de azért az aratás az a kezükben, a vérükben. És még jön, nyilván Ópáiból is, az egyháznak lesz csapata, jön Jánokról, Szlovákiából, Bőrvejből, és így lesz a nemzetközi Párciumból. Mire kell figyelni a kaszálás során? Tényleg, amikor ott a kasza, ott a sarló, a gyorsaságra kell menni, vagy a szépségre? Nem verseny lesz, csak bemutató. Először a 21 év alatt volt már versenyszerű is. Hát volt egy kis öreg, úgy kaszált, mint a gép, de abban istentelen meleg, hanem azonnal itt fog szívinfarktust kapni, hát ne versenyezzünk már. Hát ez csak kényelmesen, ahogy a csillag megy az égen, úgy kell a kaszálást elvégezni. A szerszámnak jónak kell lenni, ez nagyon sok mindenre igaz. Meg kell fenni, kalapálni, meg kell fenni a kaszát. A kévekötőnek jó kell, a marokszedőnek jó kell működni. Tehát megvan ennek a technikája, de aki ezt igazán meg akarja látni, az jöjjön oda, nézze meg. Mi van akkor, hogyha az aratásnak, a kaszálásnak a földeken vége lesz? Hova invitálják a vendégeket, és egyáltalán milyen programok lesznek? Amikor a bemutató megtörtént, minden csapat vág egy keresztre való termést. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy 18 kévét kell bekötni, és azt keresztbe rakni. Utána visszamegyünk a sportcentrumba, sportpályára. Közben már, ahogy mondtam, megindul a főzőverseny, és van egy másik nagy program, amit erre az alkalomra időzítettünk a megyei polgárőr vezetőkkel együtt, a megyei polgárőr nap. Több mint 1000 polgárőr lesz Ópáiban a pályán.
Ott nyilván kitüntetés, átadás, gépkocsi átadás és egyebek, ott tisztelgő rendőrkapitányok, meg hát a polgárőrvezetők ott lesznek, meg sok polgárőrcsapat is, akik még főznek is, meg hát kirakodóvásár, sátrak, egyesületeknek a sátrai, mindenki süt, főz valamit, közben az ópályok is felvonulnak majd a színpadra, előadják az ópályok, óvodások, iskolások, néptánccsoport, Horpácsi Kános néptánccsoport, néptáncfesztivál lesz, tambura zenekar lesz Vajdaságból, tehát egy nemzetközi kulturális egyveleg lesz ópályban. Milyen jellegű, mondjuk úgy kísérő programok lesznek, hiszen most beszéltük azt, hogy a kultúra rész, a különböző iskolások, óvodások és zenekarok, de azért lesz itt más jellegű, idézőjelben fiatalokat megmozgató mulatságos rész, inkább az esti órákban. Ott mit ajánlanál nekünk, vagy a nézőknek? Lesz például cigányegyüttes, autentikus cigányegyüttes, mert azért a lakosság összetéte változik, változik az igény. Lesz a paraszt forma egy, a falusi virtusvetélkedő, ez is több csapattal vesz részt. Paraszt forma egy, szekérkerék csere, időre körhúzás. Hát ez zseniális. Meg azért, hát a színpadon lesz valami sztárocska. Éreztem én, hogy erre még rá kell kérdezni, de a paraszt forma egy, ez most mindent visz. Azt sem tudom, hogy ki az a sztárocska, de hát legyen egy, mit tudom én, kicsoda, mert az is kell. Tűzi játék, meg Nelson koncert, úgyhogy egy napra sűrítettük, hát egész szép program a plakát az biztos. Is. És ahogy polgármester úr Miklós bácsi mondtad, már korán reggel érdemes kimenni, hiszen akkor szatmári ízek főzőversenye, egyrészt ugye az aratásról nem szabad lekésni, nem is tudom, hogy meddig tartanak a programok, még arról nem beszéltünk egészen estig, de körülbelül meddig lehet ott mulatni, akár hajnalig? 22 órakor lesz a tűzijáték, és utána lesz a Nelson koncert. Jaj, hát akkor tényleg ilyen egésznapos program. Jó ebéd, szólanauta napközben, operett, hajó, hát a világon minden lesz ott. Amúgy tényleg, hihetetlen ez. Úgyhogy sok kitartást kívánunk holnap nektek, meg a szervezőbrigádnak. Egy biztos, a Kölcsei Televízió stábja mindenképpen ott lesz, és jövő héten beszámolunk arról, hogy hogyan is zajlott Ópáiban az Arató Fesztivál. Én köszönöm szépen, polgármester úr, hogy itt voltál, és már csak egy dolgot kívánunk holnapra, remek időt. Úgy legyen. Köszönjük szépen.